szállítani úgy, ahogyan van. Igen, és akkor következő. Na, innen jöttünk ki, amikor szóltak, hogy feltett kézzel, ők ott kínáltak a komandósok. Kínáltak a komandósok ott az erdőnél, az egész kört lezárták innét. A parkerdőnél álltok, az erdőbe álltok, itt az egész házat körülvették. A házunknak a hátam mögött is, itt ahol laknak a Janinyék, ott is komandósok átugráltak a kerítésen, a veteményt, a füvet, ami volt ott virág, mindent összetapostak, drótot letaposták, ide mind bejöttek. És honnét szóltak előről szócsővel, világítottak reflektorral, hogy feltett kézzel mindenki jön ki, itt a terrorelhállító. Ki, így, így. Így jöttem ki. Akkor onnét mentem oda, ott állt egy nagy busz, ott állt egy nagy busz. Civil autó, civil autó, civil autó, civil autó, de nem tudnám elmondani, hány volt itt. Onnét a saroktól végig autó volt, és civil ruhás, valamint fekete ruhába tekesek. Itt álltok gépfegyverekkel, oldalfegyverrel, maroklőfegyverrel, gépkarabéllyal. Végig voltak itt szerelve az összes. Itt állt a feleségem. Tehát az az egyén, aki itt lakik, a Molnár Péter, egy másik személy, így álltunk az erdővel szembe, így álltunk az erdővel szembe, a másik így állt. Nem tudom pontosan már, hogy álltunk, de a hátunk mögött fegyveresek voltak, géppisztolyokkal, és ránk fogták a fegyvert, és így álltunk ott. Így álltunk ott. Ők addig bementek, és elvégezték a házkutatást, a jelenlét.